Kisbaconba befejeződtek az aszfaltozási munkálatok. Miután a víz és csatorna vezetékeinek a lefektetése megtörtént, teljesen újra alapozták a 45-ös községi utat, és erre került az új aszfaltszőnyeg. Leaszfaltoztak több mellékutcát és a kisebb utcák bekötő részét úgy szintén. Mindenhol átereszek, hidak, sáncok épültek. A patak martja is több helyen megerősítésre került, van, ahol támfal is épült. Kisbacon és Nagybacon között a hegyen átvezető valamikori mezei utat községi úttá nyilvánították, és erre szintén aszfaltszőnyeg került. A kisbaconiak és hermányiak most már a legrövidebb úton, minőségi aszfalton érik el a községközpontot. Nagybaconba is befejeződött a víz és szennyvíz vezetékeinek a lefektetése, úgy a 122-es megyei úton, mint a mellékutcákban. Fontos volt a megyei út nagybaconi szakaszán befejezni a munkálatot, mivel ezen a szakaszon uniós alapokból fedezett útmodernizálás kezdődik. Parkolót alakítottak ki az Iskola utcába, leaszfaltozták a Sepsi, a Domb és az Iskola utcákat. Ezekben betonsáncok, átereszek épültek, és a lehetőségekhez mérten ezeknek az utcáknak a kiszélesítése is megtörtént. Simon András polgármester úr köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik hozzájárultak a fejlesztések megvalósulásához. A nagy összegű beruházásoknak és a sok munkának megvan az eredménye, megújult Bacon község minden településének arculata, és most már jó úton közlekedhetnek úgy a helyiek, mint az ide látogatók.